hétha és, ha nem hat meg a hanged, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió, hallgatást kívánok! Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok, a Sláger FM podcastja. Dóri, Ortutai Dóri van velem, mint mindig. Sziasztok! Szia Dóri, szia, én Hajdú Steve vagyok, sziasztok! És itt van velünk két vendégünk, Hunor és Vince, akik újpestiek, és birkóznak, képzel Dóri, birkóznak mind a ketten. Azt hinné az ember már, hogy ez kivesző félben lévő sport, de hát a legősibb sport. Szabadfogásba vagytok, vagy mi a más? Kötödbe. Hát szabadfogásról. Inkább szabadba szoktunk edzeni. Miből áll egy edzés? 6 kör futás az elején, utána bemelegítés, gyertyaállás, meg utána fejállás, meg birkózunk egy kicsit, és a végén kidobós. És azunk, meg szoktunk hidalni is, igen, különböző hídgyakorlatokat csinálni. Hogy a homlokunkat letesszük a földre, és a lábunkat letámasztjuk, és a kezünket is letámasztjuk a fejünk mellé. Itt a székreállókban általában egy hírrel szoktunk kezdeni, ami nagyon-nagyon fontos az emberek számára, hogy híreket halljanak. Ti hallotok híreket? Igen. De nem nagyon figyeltek oda rá, ugye? Nem. Megmondom őszintén, ha birkóznék, én se figyelném, mert a birkózás az érdekesebb. Dóri, milyen hírt hoztál ma? Szerintem ez tök cuki. Nagyon-nagyon régen egy férfi bement az antikváriumba, és lapozgatott a könyvek között, keresett egy bizonyos könyvet, de nem találta meg, amit keresett, és ráakadt egy olyan könyvre, ami most már kiderült utólag, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat ér, és most képzeljétek el, az a regény ér 6,5 millió forintot, és most mondom, hogy miért ér olyan sokat, mert az a könyv a Harry Potter egyik nagyon ritka példánya volt. Húha, ti olvastátok már a Harry Pottert? Még korai? Nekem az anyukám elolvasta az összes részt, kivéve a hetet, mert ugye már nincs ugye több, hát mert tanulni is kell, meg ugye már nincs olyan sok idő, óvodába olvasta nekem az anyukám a Harry Potter egytől a 6. részét. Aha. Uh-huh. Neked, Vince, olvasta föl valaki? Nem. De hallottál már a Harry Potterről? Hallottam. Láttad filmen? Egy nagyon kicsit láttam belőle, amikor a nővérem kicsit nézte, és egy nagyon kicsikét láttam belőle. Nem is azzal foglalkoznánk, hogy mi a Harry Potter, mert szerintem az majd egy kicsit később fog belekerülni az életetekbe, vagy belekeveredni, hanem inkább arra lennék kíváncsi, hogy ugye itt egy bácsi gyűjtött egy könyvet, vagy talált egy könyvet, ami nagyon értékes lett. Ti gyűjtötök-e valamit? Én a fociskártyákat gyűjtöm. Mi cserélünk az osztálytársainkkal, és albumba gyűjtöm őket. És melyik a legértékesebb játékos? Van ilyen egyáltalán a kártyák között? Sok van, ami értékes. De melyik az, amelyiket biztos, hogy nem cserélnéd el? Nagy kártyákból a Messi. Ugyanannyi a pontszám, de az Invincible, amin van 4 játékos, és 101-101 a pontszáma. Vince, te mit gyűjtesz? Én is a focis kártyát, meg még a kedvenc könyvsorozatomat, amit már mindig ki is olvastam. Melyik az? Az Európi naplója. Nagyon jó, nekem is a kedvencem, imádom. Megválnál ettől a könyvettől mondjuk felnőtt korodba? Ha kiderül, hogy olyan értékes ez a kiadás, ami nálad van, hogy abból tudnál venni egy autót? Hát szerintem inkább nem, mert lehet, hogy a gyerekeimet érdekelni, és akkor ők elolvashatnánk, nem kellene megint megvenni. Figyelj ebbe a gyűjtésbe, hogy gyűjtötök valamit, te a focis kártyákat, te mondjuk ezt a könyvet, a sorozatot. Igen, én is gyűjtem a egy dropi naplóját, csak nekem nincs meg az összes, csak mondjuk olyan 7 vagy 6. Mennyi van összesen? 5. Nem. 18, és még van 3 kiegészítő, van egy csináld magad, meg 2 filmes. És még a barátja is folytatta, aminek 3 rész, amit még a barátja csinált. Ti azért gyűjtitek most mondjuk a focis kártyákat, vagy a könyveket, hogy később majd ebből valami hasznotok legyen?
Nem. Nagyon nem, csak úgy szórakozásból. Jól érezzük magunkat. Igen, csak úgy hobbiból. Kereberélni szoktatok? Szoktunk. Igen, az osztálytársaim is közül is sokan gyűjtik. Mi a legdurvább üzlet, amit eddig véghez vittél? Hát egy nagy kártyájára, ami nem is olyan értékes, kaptam két nagy kártyát. Mi volt az egy nagy kártya, és mi volt a két nagy kártya? Az egy nagy kártya az egy limitált Frankie de Jong a Barszából, és kaptam érte egy Donnarummát, meg egy debreceni játékost, akinek így fejben nem is tudom a nevét, de sok volt a pontszám. Nem a Zsuzsák volt? Nem. Neked volt valami jó üzleted, Vince? Hát nem annyira emlékszek, hogy volt-e valami nagyon nagy üzletem. Még lehet. Az hogy van nálatok? Mert emlékszem, amikor én csereberéltem, annyira szerettem volna valamit megkapni, mondjuk egy bélyeget, én bélyeget gyűjtöttem, hogy inkább hajlandó voltam többet áldozni azért a bélyegért, amit megkaparinthattam, mint amint valójában élt. Tehát mindig rossz üzleteket kötöttem. Arra lennék kíváncsi, hogy ti hogy vagytok ezzel? Hogy inkább kicsit ráfizetsz arra, csak nálad legyen mondjuk az a debreceni játékos, vagy az a nagy kártya? Kicsit bizonytalan vagyok így a kártyák terében, mert cseréltem, és egy jó kártyát oda akartam adni neki, és ő adott érte egy még jobbat, és nekem ugye értékes volt az a kártya. Hát így nem cseréltem el vele, mert végül úgy, amikor mégis odaadtam, de végül visszacseréltük, és így akkor megmaradt nekem az a kártya, mert én szerettem azt a kártyát. Nekem úgy érdult ez a focis kártyagyűjtés, hogy nem volt ugye semmilyen értékes kártyám, és az egyik osztálytársamtól megkérdeztem, hogy adnál-e nekem ingyen egy kártyát, ami már megvan neked ugye többször, és akkor odaadott nekem egy nem is olyan rossz kártyát. A saját zseppénzemből ugye vettem egy albumot, meg hozzá kártyákat, és igazából ennyi. Uh-huh. És van saját zseppénzed ezek szerint. Igen. És csak kártyákra szoktad használni, felhasználni, vagy mire költesz még? Hát még a saját zseppénzemből volt olyan már, amikor vettem legót magamnak, meg gyűjtenék egy saját egy másik telefonra, nem számítógépre, mert az enyém már ugye nagyon recseg, meg folyton így villódzik. És Vince, neked van zseppénzed? Van. Régen több volt, de most már eléggé kevés és van. Miért vágták le? Van olyan, hogy te gyűjtesz zseppénzt, és akkor a szüleid tőled kérnek kölcsön? Már volt olyan, mondjuk, hogy a nő, mondjuk anyukámnak ment hajvágás, le kellett vágni a helyet, és mondjuk nem volt kápé, akkor már egyszer nekem én adtam neki. De és milyen érzéssel adtad oda? Azzal, hogy most lehet, hogy nem tudná ő kifizetni, mert neki most éppen nincsen kápéja, szóval inkább odaadom neki, de ami nekem van. Ez jó érzés volt, ugye? Igen. De jó. Megkérdezhetem, ha nem túl bizalmas, hogy mennyi az az összeg, amit ti kaptok zseppénznek? Én nem szoktam általában kapni, csak ritkán zseppénzt, és nem egy megadott összegnyit. Hát nekem nincs olyan, hogy heti zseppénz, hanem a nagymamámtól ugye jeles napokkor, ugye ünnepekkor szoktam kapni mondjuk 5000 forintot, és akkor gyűjtök mondjuk egy olcsóbb dologra, vagy csak úgy megtartom magamnak. Fontos a takarékossággal megismerkedni már ilyen fiatal korban? Ti harmadikosok vagytok. Hát, igen, mert voltunk ilyen a OTP Bank Fáj alapítványnál. Nem is annyira rég. És mi volt ott? Hát ilyen játékos feladatokkal tanultuk megkezelni a pénzt. Igen. Pénzhét rendezvény volt, nekünk is ott lenne, nekem mindenképpen ott lenne a helyem. És mit tanultatok nagyon, bocsánat? A hitelt, a biztosítást, meg a bevétel, meg a nem tudom, hogy a... Befektetés, gondolom. Igen, a befektetés. Portfólió. Van olyan, hogy kölcsön adtok? Nem. Még. Nem szabad, ugye? Nem. Még úgy sem, hogy majd holnap visszaadom? Nem. Szoktunk. Van olyan tárgy, amiről ugye azt gondoljátok, hogy most nem ér semmit, mondjuk egy játék, kaptok egy játékot,
De azt gondolod, hogy ő ez a Csillagok háborúja játék majd valamikor sokat fog érni, de csak akkor, hogyha benne marad a dobozában, hiszen láttál olyan filmet, ami arról szól, hogy felnőtt embernek már van egy játéka, ami gyerekkora óta nem bontott ki, viszont most 30 év múlva sokat ér, hogy ti ellent tudnátok állni annak, hogy nem bontjátok ki azt a játékot, amit most kaptok? Én őszintén szóval nem. Egyből ki kell mondani, én se tudnám. Hát igen, meg nekem is van olyan, amikor ugye még régebben az anyukám nagyon szerette a Csillagok háborúját, és ugye volt Csillagok háborúja legója, csak ő már nem használja, és odaadta nekem, és ugye ránéztem az interneten, és kiderült, hogy még találtam egy olyat, hogy $1000 adnak egy olyat. Azt a mindenit. Nekem megvan. Nem adnád el? Nem. Semmi nem. Pénzért? Nem. Vince, neked van olyan játékod, amit kibontottál, de azt gondoltad, hogy nem kellett volna kibontani, mert ez, ha felnőtt leszek, valószínű sokat fog érni. Szerintem most a legújabb legóm, amit karácsonyra kaptam, az a nem a legnagyobb fajta, hanem a kb. A legnagyobb előtti fajta. Második legnagyobb. Második legnagyobb. Ezer éves sólyom. A Millennium Falcon? Millennium Falcon. És azt éreztem, hogy amikor megkaptam, hogy az lehet, hogy a jövőben kicsit sokkal többet tud érni, mert az én most is nem annyira olcsó legó. És ezt a Jézuska hozta. Igen. Igen. Tovább megyünk a következő témára, ami általában szólásokról, mondásokról szól. Egészítsd ki a közmondást, figyeljetek, tudok segíteni benne, hogyha nem ugrana be. Jó? Aki bottal köszön, hogy folytatnátok ezt? Segítek. Aki bottal köszön, dob vissza kenyérrel. Aki bottal köszön, aranyat lel, vagy aki bottal köszön, annak doronggal felelnek. Hát szerintem az, hogy hogyha úgy bánja másikkal, ahogy veled szeretnéd, hogy bánjanak. Megmondom őszintén, én nem hallottam még ezt a közmondást soha. Hogy is van a mondás, hogy aki bottal köszön, azok doronggal felelnek. Tehát ez olyan egy kicsit, hogyha te valakit bántasz, akkor ne lepődj meg, hogyha az is bántani fog, akit te bántottál. Hát igen, ez olyan, mint hogyha az élettől visszakapott, amit adtál. Igen. Egész is ki a közmondást. Ajándék lónak, túrós a háta, ne nézd a fogát, vagy se érti a szavát. Tehát ajándéklónak túrós a hát, ajándéklónak ne nézd a fogát, vagy ajándéklónak se érti a szavát. Én ezt igazán mondva, nem tudom, hogy ez mit jelent. Én se tudom annyira. Úgy hangzásra ez melyik a megfejtés, hogy ajándéklónak túrós a háta, vagy ajándéklónak ne nézd a fogát? Én ezt úgy gondolnám el, hogy kaptok valami ajándékot, akkor azzal kapcsolatos. Tehát úgy kell elképzelni, hogyha kaptok valamit, akkor azzal mit kell tenni, vagy mit nem kell tenni? Erre hát vonatkozik. Nem kell vele hencegni. Nem kell vele hencegni. Mert akkor lehet, hogy a másik is kap egy jobb ajándékot, és akkor mondja, hogy neki jobb van, mint a tiéd, és akkor az ugyanúgy visszakapod. De van egy másik megfejtése is, például, hogyha te kapsz egy ajándékot, ugye te nem költöttél arra semmit, ajándékba kaptad, szoktad mondani, hogy jaj, ez az ajándék nem tetszik, nem jó, nem értékes, miért nem azt kaptam? Igen. Nem szoktam mondani. Én sem. Akkor ez nem is vonatkozik rátok, ez a közmondás, mert akkor azért nem hallottátok. Igen. Akkor mondják, hogy amikor kapsz valamit, akkor ne foglalkozz azzal, hogy miért ezt kaptad, csak örülni kell annak a ténynek, örülni kell annak a tárgynak, annak az utazásnak, mondjuk, amit kaptál. Ez a legfontosabb, örülni kell neki, megköszönni, igen, hogy kaptuk. Aki átmond, ne is egyék. Aki átmond, ne beszéljen arabusul, aki átmond, mondjon B-t is. Aki átmond, mondjon B-t is. Mit jelenthet ez, hogy aki átmond, mondjon B-t is? Szerintem azt jelenti, hogyha ugye csinálsz építesz egy házat, és a felénél abba hagyod, mert mondjuk egy másik dologba kezdtél bele, és végül azt se tudod befejezni, mert fele-fele van a pénzedből. Mondjuk van egy valamit, amit meg akarsz venni, és mondjuk elkezdesz rágyűjteni,
és mikor mondjuk meg lenne, megvan a pénz, lehet, hogy valami mást is meg akarsz szerezni, és akkor lehet, hogy inkább a másikba is beleadod a pénzt, és akkor megint még többet kell gyűjteni. Szóval, amit meg akarsz szerezni, azt egyből vedd meg, amint tudod, ne a másikat, amit mondjuk úgy közben megint meg szeretnél szerezni, mert lehet az, hogy az valamikor olcsóbb lesz, vagy utána úgy is ki tudod gyűjteni, szóval mindig inkább előtte fejezd be, amit előbb csináltál, és utána csináld azt a újat. Az a jó ezekben a közmondásokban, hogy egy csomó minden eszünkbe juthat róla, és valószínűleg egy csomó minden igaz is. Amilyen az adjon Isten, hogy folytatnátok ezt? Mondom. Amilyen az adjon Isten, olyan a törölköző. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Amilyen az adjon Isten, olyan a leánya. Amilyen az adjon Isten, olyan, mint a fogadj Isten. Ezt hallottad már? Nem, csak úgy hozzáillik. Aha. Igen. Ugye az adjon Isten az egy köszönés volt. Igen. Régen, hogy azt mondtad, hogy adjon Isten, szomszéd. És akkor valószínű a szomszédod úgy köszönt, hogy adjon Isten magának is, szomszéd. De hogyha úgy köszöntem, hogy adjon Isten, akkor a szomszéd is adjon Isten magának. Ez ugyanolyan, mint a úgy bánj mással, ahogy veled szeretnéd, hogy bánjanak. Igen, egyébként tényleg. És én még azt akartam, hogy olyan, mint amilyen a mosdójon a törölköző, igen, az is olyan, ugyanezt akarja. Ti de úgy jó. Bántok egyébként a többiekkel? Tehát ahogy szeretnék, hogy bánjanak, szeretnéd, hogy veled bánjanak? Én is. Senkit nem bántok, én segíteni is szoktam nekik. Én is. Egészítsük ki továbbra is a közmondást. Ki mint veti ágyát? Úgy elussza álmát. Igen. Ezt hallottátok én. Igen. Is. Ez mit jelenthet? Hát szerintem azt jelenti, hogyha meg kell dolgoznod valamiért, és nem más csinálja meg neked. Például a házi feladatnál nem te csinálod meg a házit, hanem mondjuk a barátod mondja meg neked a megoldásokat. Mondjuk, hogyha nem érted a házit, meg kell tőle, hogy segíts, hogy hogyan old meg, és akkor te meg adinyagadat, még mondjuk megpróbálod tőle kifacsarni a válaszokat, és nem te csináld meg a feladatot, hanem igen, hogy ő csinálja meg neked a feladatot. Uh-huh. Hogy te azt csináld, te magadnak csináld meg, ami a te dolgod. Uh-huh. Nézd meg az anyját, edd is meg, nézd meg az anyját, nézd a fogát, vagy pedig nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Hát, vedd el a lányát. Hallottátok ezt is nem, már? Nem, én még ezt nem hallottam. Csak erre, ez mit jelenthet, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát? Szerintem az, hogy mondjuk, hogy az anya kedves, meg szép, hogy igen, csak és lere, hogy legyen a tiéd. Igen, biztos a lánya is akkor kedves, mert úgy lett nevelve, és akkor az hozzád illik, hogyha te is kedves vagy. Pontosan. Amilyen az anya, olyan a törölköző. Amilyen az anya, olyan a fogadj Isten. Amilyen az anya, olyan a lánya. Hát olyan a lánya. Olyan a lánya. Mert mondjuk mondjuk van egy gyerekük, és akkor az anyukájára hasonlít, nem az apukájára, hanem mondjuk az anyukájára hasonlít. Igen, ezt nemrég tanultuk környezetből, hogy a hüllők, például a kaméleon hasonlít, amikor megszületik, ugyanúgy néz ki, mint az apukájuk, de csak kicsit kisebb. Igen, aha. És a béka pedig a pete, meg az ebihal, ja. És az tökre különbözik a békától, a kifejtelettől. Aha, tehát míg a kaméleon hasonlít a kaméleon lány a kaméleon anyjára, addig a béka lány az nem hasonlít a béka anyukájára, mert ő még csak ebihal. Igen. Mit tanultunk most? Van még ilyen valami az állatvilágban, ami ilyen furcsa? Hát nyilván sok van, de amiről mondjuk tudtok, és így megosztjátok velünk. Én tudok egyet. Na. Például van egy olyan lófajta, hogy lipicai. Igen. És a lipicai lovak, ha láttatok, azok mindegyik világos, tehát ilyen szürke lovak. Azért nem azt mondom, hogy fehér, mert a lovaknál nincsen fehér szín, fehér ló, hanem szürkének hívják őket. És képzeljétek el, hogy az összes lipicai ló, amikor megszületik, fekete. Fekete, és ahogy nőnek és nagyok lesznek, elérik a csikókor végét, kifehérednek. Ezt nem hallottam soha. Ja, igen, meg én is török egyet, amikor
most tanultuk az előző környezet órán, amikor ugye a hüllők, amikor megszületnek, akkor kopogyúval lélegeznek egy ideig. Nem, kétéltűek. Ja, igen, a kétéltűek, és aztán tehát pedig... Kis, szép lassan kifejlődik a tüdejük. Igen. Aha. És akkor tüdővel lélegeznek. De érdekes. Jó, bolondjukból nem lesz szalonna, bolondjukból nem lesz szerencsénk, bolondjukból bolond szél fúj. Bolond szél fúj. Akkor hallottátok ezt? Nem hallottuk. Még nem hallottuk, csak kicsit így hát, érzed, hogy rajta, hogy szinte az egybe tartozik vele. Igen, olyan, mint két kirakós. Ez mit jelent? Két kirakó, hogy mondjuk, hogy így egybe illenek. Aha. Olyan, mint a galambot tolláról, barátot barátjáról. Madarat tolláról, ember barátjáról. Igen, igen. Ilyen kis puzzle darab, hogy összeillik. Hát igen. Igen, 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 igen. Mint az okni. De mit jelent ez, hogy bolondjukból bolond szél fúj? Hogy például van egy medve, és mondjuk lesz egy kis bocsa, és akkor hasonlít rá. És ez esetben ki a bolondjuk? Hát a kismedve. Aha, de jó. Vince, neked van valami gondolatod erről, hogy bolondjuk, bolond? Mondjuk, hogyha az anyja mondjuk valami mondjuk okos, és lehet, hogy ez a kisebb megörökli azt, hogy okos, de lehet, hogy ez legyen, mondjuk az apjától meg azt örökli meg, hogy mondjuk jók a fogai. Aha, tehát akkor ez valamilyen genetikai dologra gondolsz? Igen. Milyen érdekes. Érdekes. Én is azt szerettem volna mondani, hogy például van egy olyan ember mondjuk, aki szeret tököt faragni, és a gyereke is ugye átörökli tőle ezt a szeretetet. Igen, és aztán ő is szeret tököt faragni. Hát igen. És hogyha majd az ő gyereke is tököt akar faragni, akkor ő is tök faragó tökös lesz. Tökös család lesz. Tökös család. De jó, nagyon jó. Egyébként azt szokták mondani, hogy a száj az a bolondjuk, és hogyha bolondos gondolataim vannak, ami benne van a fejembe, és kimondom, akkor azon a bolondjukon keresztül kimondom a bolond gondolatot. Tehát a bolondjukból bolond cél fúj, az tulajdonképpen egy bolondos beszédet is jelenthet. Hát igen. 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 Nektek is föltenném a kérdést, hogy hogyan lehet a legjobban várat építeni? Hát úgyha sok a munkás, és mondjuk nem nagyon sokat fizetnek nekik a munkásoknak, de nem szeretnek ott dolgozni, hanem mondjuk egy kicsit kevesebbet, és ott szeretnek dolgozni, meg várat építeni. Te ott építenél? Hát te, ha építenél várat, akkor így építetnél. Hát igen. Én úgy, hogy mondjuk nem kell a legjobb munkások, hanem kicsit a normál, a nem is nagyon jók, nem is nagyon rossz munkásokat kell megvenni, és akkor mondjuk te is segíthetsz, hogyha úgy érzed nekik nem annyira, vagy akkor segíted őket, és még kicsit bátoríthatod itt is közben őket. Építettél már várat? Max homokvárat. Én is homokvárat, meg egyszer apukámmal építettem Legóból egy várat. Én is építettem már hát, Legóból. Ilyen kötött Legóból, ide, hogy leraksz egy kockát, mellé egy másikat, és mint egy piramisárokod a tetejére, és így építesz egy falat, hogy ne dőljön el. Szeretitek ezt a Legóba, hogy bármit építhetsz? Igen, igen. Szerintem sokat is. Szoktunk, amikor én átmegyek hozzá, vagy a Vince átjön hozzám, akkor nagyon sokat szoktunk legózni. Igen, akkor általában mindig sokat legózunk. Igen. Szabad feladatot adtok magatoknak, vagy azt kell fölépíteni, amit a doboz tartalmaz? Szabadot is szoktunk csinálni. Általában vannak Hunornak ilyen alapanyagai, amik mondjuk nem, nincsenek hozzá sem, és akkor azokból szabadon szoktunk építeni. Igen. Meddig lehet vajon legózni? Hány éves korig? Korhoz szerintem 100. Szerintem bármeddig. Én imádok legózni. Ameddig jól érzed. Igen. Ameddig szórakozol. Ameddig szeretnél, addig nincs egy korhatár. Még egy kérdést tennék fel. Mit tesz téged boldoggá? Amikor tényleg eszméletlen boldog vagy. Hogyha együtt vagyok Vincével. Hogyha
Amikor a barátaim átjönnek, meg ugye Hunorral mondjuk az iskolában is sokat tudunk játszani. Igen. És akkor is boldog vagyok, mert az egyik legjobb barátommal tudok játszani. Mit érzel ilyenkor? Tehát, hogy le tudod írni azt a lelki állapotot, hogy mi van benned? Hogy meghallod, hogy úristen, a Hunor jön át, és most ez lesz, az lesz? Hát nem nagyon. Megfoghatatlan érzés ez? A boldogság? Nem tudom megfogni a kezedben. Uh-huh. Igen. Nehéz leírni. Tudjátok, igen, engem mi tölt el boldogsággal? Nem. Az, hogyha ilyen fantasztikus fiatal emberekkel beszélgethetek, mint a Hunor meg a Vince, és mondjuk mi csatlakozhatunk hozzá Dórival. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk a Székreállok című műsorba. Elköszönünk tőletek Dórival együtt, meg a hallgatóktól is. Sziasztok! 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 Egy, két, ha és, ha nem hat meg a hanged, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.